Kaptam egy előre megírt beszédet. Arról, hogy mi kell az embereknek. De hát maguk az emberek. Igen, úgy van. Tudják, hogy mit akarnak. Úgy van. Jobb sulikat. Igen. Jobb melót. Igen. Kevesebb bűnözést. Igen. Hányan vannak itt most olyanok, akik azért gűriznek, hogy elég lóvéjuk legyen az éhhalálhoz? Ez nem frankó. Igen. Ha kétállásban gűriznek, és minden hétvégén csak annyi lóvét kapnak, hogy éppen kihúzzák vele hétfőig, kiabálják azt, ez nem frankó. Ez nem frankó. Hányuknak a gyereke sötét, mint az éjszaka? Ne szégyeljék! Nem a maguk hibája. Megkérdeztem az unokahúgomat, 4 meg 4, azt mondta 44. Miért nem annyi? De nem az ő hibája, hanem a sulik hibája. Ha a gyerekük suliában a tankönyvek, ásatagok, de a fémdetektor vadi új, kiáltsák hangosan, ez nem frankó! Ez nem frankó! Nem bizony! Nem frankó! Aztán itt vannak a multicégek, amik lopják a lóvét. Nem az övéket persze, hanem a miénket! A nyugdíjalapból maguk gürcsölnek 35 évig, azt hiszik, lesz mit a kölykökre hagyniuk, aztán nagyot koppannak! Mikor föl kéne nyalni a nyugdíjukat, kapnak egy tollat! Egy nyomorult tollat! Hát mi a francot kap az ember azért a tollért a boltban? Őt kéne nyakon szúrni azzal a tollal, a nyugdíjunk tolvaját! El a kezekkel a zsebemtől! Mindenki nyugdíját lenyújják, de senkit sem csuknak le! Jó nagy személyiség, mi? Nagy személyiség! Közben maguk vagy én, ha akár egy Big Mac-et megfújunk, már is mehetünk a villamos székbe. Hányan dolgoznak egy olyan városban, ahol megfizethetetlen az élet? Ez nem frankó? Ez nem frankó! Hányan dolgoznak olyan üzletekben, ahol soha se vásárolhatnának? Ez nem frankó! Hányan takarítanak olyan szállodákat, ahol soha az életben nem szállhatnának meg? Ez nem frankó! Vannak ápolónőink, akiknek arra se futná, hogy a saját kórházukban befeküdjenek! Ez nem frankó! Ez nem frankó! Ez nem frankó! Ez nem frankó! Úgy szar ez, ahogy van! Egy rakásszal!